Kóstold meg te is a Sharky Drinket, mert tök finom. Keresd az üzletekben. Hát sziasztok srácok, én Sajdal Vizkettő vagyok, és köszöntelj titeket ebben a mai videóban. Ma nem más fogunk csinálni, mint egy Roblox horror játékot hoztam eletek, ami nem másról szól, mint egy banánról. Egy banánról? Egy banánról. Egy banán miért félelmetes? Igazából ezért, mert ha átváltunk Gongizan, ő fog minket az egész videóban kergetni. Az az egész játéknak a lényeg, hogy nekik, figyeljetek, most meg fog enni. Egyből meg is ette a gonosz banán. Itt van a hátunkon egy kicsi banán, ami az azt a szél szolgálja, hogy itt elkezd villogni, zenélni, stb. Stb. Bár zenélni nem tudom, de villogni biztosan. Hogyha a közelünkben van a gonosz banán, nekünk meg egy küldetést kell végigcsinálni, szóval ez nagyjából olyan, mint a Granny, vagy a Spider, vagy a gonosz, ez az amaz itt a Robloxban, csak itt bizony egy banán lesz az, és valljuk be, eléggé komoly eddig. Ezért is látszok, hogy az a másik lehetőség az elbújáson kívül, hogy ilyen puzzle-öket megcsinálok, és akkor nem 6 percig kell túlélni, hanem konkrétan szerintem ilyen 3-2 percig vagy fogalmam sincsen. Ó, figyeljetek, mert itt egy torta, ez nem tudom, hogy miért jó, de gondolom az egész torta szeletet ki kell rakni belőle. Vannak ilyen banánkoinok, meg hasonlók, meg most amúgy igazából meg lehetünk nyugodva, mert nem villog a hátunkon. Direkt kipróbáltam srácok a játékot, azt, hogy tudok ebből videót csinálni. Ó, értem, hogy ezeket figyeljetek már, mennyire komolyban vagyunk. Most itt kivilágítottam, ez most mi van? Át, ő vagy te! Ott a banán, és már villog is! No, no way, csak a banán ne! Csak a banán ne, kontrollal le tudok bújni, tudok ezzel ugrani, ott van! Enni akar a banán! Figyeljétek, ez meg itt mit kóbászolsz? Hát ez aztán jó búvóhely, csak annyi az, hogy hát fullba észre tud venni, ott vannak a szívek a fejed fölött, én inkább bejövök ide, hát nem itt van a kis banán. 4 perc múlva kinyílik az ajtó, srácok, ennyit kell túlélnünk. Ó, és ne villog a hátamon! Ne szórakozz, akkor van... Itt a banán egyből! Figyeljétek! Gyorsan! Bebújjunk! Oké, hát ez nem volt egy könnyű... Megette a havert a banán! Figyelj, le is rakott egy banáncsapdát, ami kellemetlen. Mert itt akkor meg tud minket kerülni. Én úgy a horror játékokkal nem szoktam játszani, mert félek tőle, mint tudjátok. De ez, hogy nekünk ezek a része a horror játékokban valami elkép... Azt hittem, hogy a banán lesz az. Ne, itt van! Itt van a banán! Ne szórakozz! Ne szórakozz! Nem tudja, hogy itt vagyunk, srácok! Remeg a föld meg minden! Kilóg a kezed, bolondos! Húzd már vissza, így le fogunk bukni! 3 szívem van! 2 perc, srácok, és kinyílik az ajtó! Bakker, ez nagyon durva, és megint itt van a banán! Légy szíves, srácok, szurkoljatok föl, ökleli! Ne szórakozzunk! 3, ha ide valahogy betéved, konkrétan! Konkrétan 3-unknak annyi. De a puzzle-öket kéne csinálni, nem maradhatunk itt végig. Úgy gondolod az egész csapat, hogy innen el fog menni. Nagyon baba. Itt van valami gomb. 6-2-1. Fogalma sincs, hogy mit jelent. Itt van a... itt a banán a közelben. Jó, egyszerűen elfutok arra. 6-2-1. 6-2-1. Mit jelent a számsor? Nem tudom. De meg akarom fejteni. Itt van a tortilla. Jó napokat kívánok. Kész az egész torta. 1 perc és nyílik. 1 perc és nyílik, srácok, az a... Dehogy 1 perc, még 1 perc, 56, 54, 53, 52 másodperc. Nem tudom, hogy hova kéne menni, de addig túl kéne élni az egyszer biztos. És hol fog kinyílni az ajtó? Gondolom itt. Még 2 puzzle-t lenyomunk, és nyerünk. Szia banán, elméletileg itt vagy a közelbe, de szerencsére nem annyira közel az, hogy gondol... A banána térképen, halljátok, észrevesz minket! Gyorsan, extra éhes, de ki tudunk jutni, hogyha minden jól megy. Túléltem, hát valljuk be az őszintén, én nem, semmit nem. De egy gombot elcsavartam jobbra, szóval srácok, nem írhatjátok, hogy nem csináltam semmit, hanem egy gombot elcsavartam, aztán meg... büszke módon bujkáltunk a szekrénybe. Igen, de legalább túléltünk és nem lettünk banánvacsora. Én vagyok, figyeljétek a banán! Ne szórakozz, nem gondoltam volna, srácok, ez nagyon-nagyon király, tudok lerakni ilyen csúszós banánokat, nem ígérem, hogy jól fogok teljesíteni, mert hát még sose csináltam ilyet, de most már spawnoljak már le, komám asszony, már dolgozhatnak a többiek. Ez az, a banán elérkezett. Sziasztok, kedves gyerekek, lerakok szépen ide egy ilyen csúszómászót, itt nem bírok sajnos átmenni, ott van a puzzle, gondolom, ott fognak tevékenykedni a többiek.
többiek, hogy kéne ebből a szobából kijutnom? Ja, hogy értem, van egy ajtó. Áhá, jó napot kívánok, hogyha menekülnél, akkor hogy kell izé? Aha, úgy tűnik az, hogy magától harap, de ne valami nem harapott. Na mi van, Koma? Én jó vagyok ám a Robloxban, jobb vagyok ám, mint te. Azt hitted azt, hogy el tudsz csak úgy menekülni? Így bizony, srácok, azt hitte a gyerek, hogy itt én milyen okosak a többiek. De mi van, öcsém? Na mi van? Meg lesz-e éve? Vacsorára? De délbe? De ugye... Ezt figyeljétek, egy HP-ja maradt a gyereknek, most konkrétan iszonyatosan kemények vagyunk, most kicserezni őket, itt vissza akar, azt hittem, hogy vissza akarnak jönni, eddig már kettő embert elég komolyan megsebeztünk, ami valljuk be egy viszonylag jó teljesítmény, leraktam oda a banáncsapdát, de ezen kívül a többiekkel nem nagyon találkoztam még, úgy maga a karakterünk tökre vicces, figyelj. Valami elképesztő, hogy vicces. De nem baj, menjünk tovább. Nem vicceskedünk most, hanem mi vagyunk a banánok. Jaj, nem már egy puzzle megvan nekik. Amúgy mi ez a pálya? Még sose voltam itt. Mentségemre szóljon, hogy sose voltam még ezen a pályán. Hol vannak a karakterek? Heten vannak elméletileg. Steph Oli, hát akkor én... Ja, itt voltam. Jó, ezt az egy helyet ismerem most már, mert itt voltam. Mondjuk lerakunk ide is egy banánt, meg mondjuk lerakunk ide is egy banánt, vagy hasonlók. Tudjátok, hadd csúszkáljanak itt a többiek. Lerakom ide egy banánt, stb. Rakosgatom, mert de hol lehetnek? Ilyen pici ez a pálya, vagy valahol mindenki bujkál és várja, hogy leteljen az idő? Fogalmam sincsen, srácok, fogalmam sincsen! Szerintem már mindenhol voltam. Hallway, igen, itt már voltam. Mi? Már így állnak a puzzle-ökkel? Értek már csak egy perc van az egészből, de most már legalább tudom azt, hogy hol vannak. Szerintem csak arra nem jártam, merre ők vannak. Hát komolyan mondom, az egész pályát felfedeztem. Ja jó, végre egy embert legalább meg tudtam menni. Az egész pályát felfedeztem, csak srácok, azt nem, akit kellett volna. Igazából már csak egy ember van, de szerintem ő nem is fog innen elszabadulni, mert azért őt azért jó sarokba szorítottuk. De nem baj, srácok, megettünk egy ember, megsebeztünk még mellette kettőt, meg szerintem még most őt is szépen meg fogjuk itt vacsorázni, szóval nem mondom, hogy olyan rosszul teljesítettük, de nem, itt is van egy kiállat. Szia, banán! Menjél, komám, nyugodtan, tudom, hogy ilyen kis félős gyerek vagy. Én is inkább kiszabadulok. Hát nem volt rossz, de nem is jó. Legalábbis úgy gondolom, csak jaj, te figyeljetek már, milyen skinje van a banánnak. De nagyban vagy, Koma. Na mindegy, ide le is rakom. Ó, te el is estem. Mi a fene? El is esek. Én a banánban vagyok benne. Figyeljetek, jó, még jó, hogy nem jön. Na most itt vagyunk, lerakom ide is a tortaszetet, most már háromas. Na, srácok, végre valamit tudunk kezdeni magunkkal. Igaz, hogy a banán nagyon közel van. A banán nagyon közel van. Csináltam, kaptam egy csomó coin, mert megcsináltam egy küldetés, bár srácok, ti is valami mit csináljátok már, itt most a játékosokhoz beszélek, hát én egyedül így gyűjtöm a tortát, ti meg nem csináltok semmit, ezt veszem észre, srácok, komolyan mondom, hogy tekerjük egy kicsikét, jaj, ugye nincs itt a banán a közelben, mert nagyon villog, mindegy, srácok, tekerem, nem tudom, hogy mit kell csinálni, de most a fullosra fölnyomom, jó napot kívánok, ezt is megkaptam, már kettő megvan, kapom az XP-ket, kész van a minigémből egy, még azért, ez a banán nagyon eszik, azt kell, hogy mondjam, nagyon eszik, itt nem tudom, mit kell, aha, egy számsort kell keresni, egy számsort, de esek, megcsinálom ezt a tortás részt, ó, nem, már most hát tudom, hogy hova kellett volna az előző pályán lévő számsor, itt a banán, szia, Bani, mi a helyzet, Bani? Nem, nincsen nálam semmi, menjünk! Bebújjak amúgy itt a szekrénybe, attól még jó el tudnék bújni. De az a jó, hogy most nem minket kerget. Szia, banános! Koma! Te! Már vagy eléggé király, de nekünk ez még nem elég jó, mert mindenhol azt jelzi, hogy itt van a banán a közelben, és valahogy még a küldiket hozzuk le, komák, na végre itt van még egy torta szeret, úgy nem tudom, hogy mekkorának kell lenni a tortának, hogy már annyit beleraktam, mint az állat, meg még a mapot annyira nem ismerem, mert most vagyok másodjára itt egyszer ugye banánként, egyszerűen most menekülőként, de valahol nem tudom, hogy hol vagyok, el vagyok teljesen veszve, srácok, de viszem a tortán, én halni most már nem halok, hogyha úgy van. Ott van még egyszer, akkor ide vissza kell jönnünk. Ide, srácok, itt a banán. Jó napokat kívánok, jó napokat, lerakom ide és... Na itt a vesztem. Belerohantam a vesztedbe. Azt veszem észre. Léci, banán! Ne szórakozz! Pont lejárt az idő! Srácok, azta! Megyek a következő szeleté, remélem nem fog itt kornába szorítani engem. Azta! Ez nagyon durva, pont akkor! Az a gond az, hogy egy HP-n van csak. Jó napokat, visszajöttem! Na ne! Lerakom, már csak egy szelet kell konkrétan!
Valaki hozza le, nekem megesznek! Jaj, nekem meg fognak enni! Jó, mi hogy vagyunk már megint öten? Valaki belé... Jó, úgy ilyenkor még félelmetes, amikor csak egyedül vagyunk. Jó napokat! Ajaj, ez a banán itt van a közelben. Egy darab torta szeret kell! Rakjátok már le, srácok, rakjátok már le! Jó, most én nem tudok mit csinálni, egy HP-m van! Másfél percet kell túlélünk, bebújok ide! Hát, ha nem vesz észre. Hát, ha nem tudja kinyitni és nem vesz észre. Srácok, várakozzunk. Megjelent, srácok, az eszképelő. Az a gond, hogy a banán most tudja, hogy hol vagyunk. Ne! Az eszkép mellett nincs, ugye ott van még egy eszkép, jó? Ha most nagyon-nagyon gyors vagyok, akkor ki tudok futni, srácok? Most nagyon kell futnom, eljön a banán utána, már csak ketten vagyunk. Ki kell nyitnom az ajtót, és ott a cél! Srácok, ugye? Itt a... Ne szórakozz, hogy ért utól? Ne, de nem baj, nem baj, egy hajszálon kellett, hogy ki tudjuk jönni. Srácok, ez a videó ennyi lenne, én nagyon-nagyon remélem, hogy élveztétek, hogyha így volt, nyomjatok egy hatalmas egy lájkot is, iratkozzatok fel a csatornára, én nagyon-nagyon szépen köszönöm. A következő videóban, Tali, legyetek jók!